láthatták, az Apácai Szakközépiskolának ez évben egy csodálatos színpompás farsangja volt, melynek megnyitója külön figyelmet érdemel. A megnyitót rendezte, aki a szerénye meghúzódott a háttérben, Mészáros József, közkedvelt Becenevin Bundi bácsi, az iskola tanára. Hányadik farsangot volt ez, Bundi bácsi? Hát, ha azt mondom, hogy 1955, akkor nagyon könnyű kiszámolni a jó matematikusoknak, hogy a 33. Remélem, nem az utolsó. Mi is nagyon reméljük. Mindig egyedül szervezted? Mindig egyedül. Úgyhogy néha volt egy kicsit segítőm, de általában 99%-ban teljesen egyedül. Ezt a sok gyerekét minden pózra, mozdulatra, minden szerepre egyedül tanítottam be. Honnan jött az ötlet, hogy egy karneválnak ilyen megnyitója legyen? Hát az eredeti ötletem az nagyanyám emlékét őrzi, hiszen Bátaszéken magyarok, svábok, rácok éltek, ahol valamikor nagyon szép farsangok voltak. Sőt, ezeken a farsangi napokon vasárnap, hétfőn, kedden szünet volt, és mentünk szerdán hambaszkodni, és utcán voltunk mindenki. És ennek az emléke került elő, mikor 54-ben tanárként Dombavára kerültem. Igaz, egy fiatal kollégámnak volt az ötlete, hogy Tornasomogy Baranya határán jó lenne Csokonai emlékének valamit csinálni, és ezt az elképzelést támogatták a tanárok. Itt volt a volt osztályfőnököm, Látosi Kornélia, Ibolya néni, és mind Ellával álltak arra, hogy igenis csináljuk a farsangot, és azóta csinálunk.